A party, my home is the club. I party like a rock star, dance until I drop. My love is a fire. Sziasztok! Kép és kép között is van különbség. Pláne akkor, mikor a két kép között van vagy 10 év kor különbség, vagy még több, akár 18. Úgy döntöttem, hogy újraalkotom pár régi fényképemet. Én azt hittem, hogy ez nagyon könnyen fog menni, hogy hát vesszük a fényképeket, szélre kiválogatom, nekülök, ugyanúgy megcsinálom, de ahhoz képest elég bonyolult volt. Már akkora nőttem a 18 év alatt, hogy már egy-egy helyre nem fértem be, mint például a tyúkpajtába, vagy stb., de mindjárt meglássátok. Anya! Kéne az amerikás kendő! Elfelejtettem elvenni. Mennyi van itt? 1, 2... A few moments later. Ha jól nézem, 6 képet sikerült újra alkossak. Az első, egyébként ezért vagyok az egyik legédibb, ez 1 éves voltam ekkor, így mutatom, de ti lássátok nagyobban is, és még azóta megvan ez a jellegzetes amerikai zászlós kendő, állkendő, amit a fejemen viseltem, és hát a kép újraalkotásánál is felraktam. Elég nehéz volt megcsinálni a képet, mert oda már alig fértem be, és ha megnézitek, azért van különbség, mert itt fel kellett nyúljak, hogy megfogjam a korlátot, most pedig le kellett gugoljak, vagy hajoljak, hogy meg tudjam érinteni. Örökké azt mondták nekem gyermekkorom, hogy olyan kicsikán maradok, tehát 8. osztályig örökké tornasorban leghátul voltam, hát most azóta egy kicsit megnyúlottam. Na, mit csinál? Vegyük a második képet. Ezen a képen itt épp első osztályba indultam, mert elmentem van itthonról, anyum a régián keccegtetős, durogtatós masinát elékaptas, lefényképezett. Pont mutattam, hogy már hogy mentem másosztályba. Most akartam mutatni már. Érdekes, hogy pont most, hát még nincs egy hete, hogy végeztem a 12. osztályon, akartam mutatni, hogy 12-ös, így akkor jöttem rá, hogy hoppá, engem csak 10 ujjam van. Na mindegy, nem Csernobilba születtem. Annyit még szeretném mondani, amit lássátok, nem sok minden változott. Ugyanott van a kávéfőző, ugyanaz a mikrónk, és a szekrényünk is ugyanaz. Tehát, hogy hát is, én sose szégyeltem azt, hogy hol lakok, hol élek, mint élek, mik között, mik vesznek körbe, stb. De ez is azt mutassa, hogy Románia mennyire fejlett ország, hogy 10 év alatt nem lehet egy mikrót kicserélni, olyan jók a fizetések. Nem azt mondom, már ki lehetett, ha akartuk volna, de ahogy szokták mondani az öregek, amennyire nekünk kell, az úgy jól van. A harmadik képet azt anyukám választotta, ez neki volt a kedvence, hogy egy szandacskával a virágjai között éppen kocagok. Hát igen, a képen itt, ha megfigyeltek jobban, akkor a sapka is észrevehető a fejemben, hogy az is volt, hát én most amikor újraalkottam, nem tettem, már így kellett, hogy felfelé tartsam a fejem, de lefelé nézzek a kamerába, akkor ugye kicsika voltam, és akkor így felfelé kellett, és akkor jól jött ki az egész. Szokták mondani a kicsi babáknak, hogy megszülettél, több füled volt, mint fogod. Hát itt most már azért így szépen elő voltak azért már fogacskáim, úgyhogy nem mondhatál, hogy több fülem volt, mint fogam, mert most már azért voltak fogaim. Még ami a régi képen észrevett, egy régi mosógép, az oda be volt dobva, virág volt a tetején. Régi kézzászőt, szőnyegek a földön, azok még most is megvannak. Na lapozzunk, vagyis hát képezzünk tovább. Jú, itt milyen fáinka voltam, hely, lássuk. Ő itt ilyen 4-5 hónapos voltam, rá van írva a képnek a hátára, egy római 4-es, római 5-ös. Hát igen, ez a baba, ami a képen van, édesanyukám és ő az édesapukájától kapta, azóta ő rizgeti. Egyébként az rám is jellemző, hogy megtartottam a régi gyermekjátékaimat, és amennyire tudtam, megőriztem őket. És hát a babával pozót adott engem anyukám 4 hónapos koromba. Ezt alkottam újra, hát gondolhassátok, hogy nem fértem bele a fotelba, meg se próbáltam, úgyhogy csak simán leültem. Hát nézzétek. Anyukám szerint ezt a képet kéne újraalkossam, ne? Itt ne, a gyűrűs ujjam alatt. Ti se szeretnétek, én se. Következő képet, hogy meg tudjuk csinálni, szükségünk lesz erre a babára. Van egy közös képem ahol a babával a fotelben, úgyhogy most ezt fogjuk újraalkotni. Hát mit nem mondjak, telik az idő. Akkora voltam a régi képen, mint a baba. És most mindjárt oda jutok, hogy már áttelik még 1-2 és már a saját gyermekemet foghatom akkorán a kezemben, mint az a baba. Utolsó kettőnek pedig azt a két képet hagytam, amit úgy részletesebben, vlogszerűen próbáltam bemutatni, hogy hogyan készítem el. Van egy tyúkpojtás, egy kocsis. Tudom, hogy a tyúkpojtást akarnátok előre látni, ezért gonosz leszek, mutatom a kocsist. 1 éves voltam, ennek 18 éve, hát akkor a faluban nem sok kocsi volt, de akkor a szomszédon pont volt egy fehér kombi Dacia, és még volt lóes, emlékszem, hogy a lóval is van kép, hogy fel vagyok rakva a hátára. Ennek a képnek a hátán is fel van tüntetve, hogy 1 éves voltam, mikor készült. Hát sajnos a szomszédomnak ez a kombi Dacia már nincsen meg, de itt van az enyém a Seat Arossa, vagy Arossa Seat hely. Csak éppen meg kell térjek vele, hogy tudjam lefotózni magamot. Nézzük, hogy milyen lesz. Na nézzük! Körülbelül ilyen pozícióban akkor is a Dacia. Hát most egy kicsit az ülést hátra kell húznom, hogy el tudjak férni. Nagyjából így, igen, jobb kéz a kormányon itt. Körülbelül így nézhettem ki, és vágtam egy ilyen laza fejet, hogy... Csak akkor a fülheim parabolák voltak, s cseppet jobban szétálltak, mint most. És a legvégére akkor hagytam a tyúkpajtát. Az ingről azt hinnétek, hogy valami esküvős fényképet fogok újra alkotni, de nem. Most a kedvenc képen fogjuk újra alkotni, mégpedig a tyúkpásztoros. Fasza lesz. Sajnos egy kicsit nehéz lesz itt megcsinálni a képet, mert hát 15 év alatt annyi változott itt a tyúkkátrec, hogy most már ilyen vastag izé van, így nem fog látszódni erősen a fejem, de megpróbálom. Nézzétek, a mocsok dinoszauruszok hogy esznek. Milyen jó ennek a mocsok kakasnak, mint Szulejmánnak a háremba. Ha úgy találjon megvágni a kakas, hogy utána úgy megcsapom. Utána belevágom én őt a levesbe. Akkoriban semben egy kándérmagostyuk annyi volt, mint a dög. Volt egy szép nagy fehér begyes, azt emlékszem, az úgy tólt hely. A héten legalább 8 tojást kiárasztett. És evel... Gondoltam, hogy evel így kicsit megleplek titeket. Én élveztem tényleg újraalkotni a képeket. A múltkori fényképes videót, amikor bemutattam a régi képeimet, azt nagyon élveztétek, remélem ez is legalább annyira tetszett. Most kéne mondjam tovább a sablonszövegét, hogy ne felejtsetek el feliratkozni, stb. De ezt már ügyes tudjátok. És én Mr Originality, azaz Csabika voltam. Tyúkláb, ludláb mindenkinek, és sziasztok!